Az orosz erők elvétve lőtték a háború, sújtotta Mariupol városának acélgyárát a civilek részleges evakuálása után, állítják ukrán források. Vasárnap az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozott egy felvételt, amelyen az látható, hogy civileket evakuálnak a város központjában található Azovsztál komplexumból. Az ukrán azov erők által közzétett felvételek azt mutatják, hogy néhány embernek segítettek elhagyni föld alatti óvóhelyeiket. A hetekig tartó ostrom után buszokkal vitték őket az Oroszország, illetve az Ukrajna által ellenőrzött területre. A gyerekek folyamatosan enni kértek, mondta az a nő. A felnőttek jobban bírták az éhséget. Ez az evakuált nő azt mondja, hogy katonák mentek a bunkerükhöz, és azt mondták, hogy lakásokat néznek át. Azt kiabálták, hogy a város nagy része orosz barát. Azt mondták, sok lakásba bementek, és szinte mindegyikben láttak orosz zászlót. Neki nem volt sem orosz, sem ukrán zászló a lakásában. Zelenszkij elnök köszönetet mondott az ENSZ-nek és a Vörös Keresztnek az evakuálás megszervezésében nyújtott segítségért. Ma végre sikerült elkezdeni az emberek evakuálását az Azovsztálból. Sok hetes tárgyalássorozat után, rengeteg próbálkozás, hívás után, különböző országok javaslatai után. Végre. Nem volt nap, amikor ne próbáltuk volna megmenteni az embereinket. A feltételezések szerint még mindig 100 000 ember van blokkád alatt Mariupolban, köztük 1000 civil, akik a becsések szerint 2000 ukrán harcossal bújnak meg az acélgyár alatt.